Március 15-én délután a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában került sor a Gödöllő 50, a megújuló értékek városa tematikus évnyitó rendezvényére. A Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen dr. Gémesi György, a város polgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket. A megújuló értékek városa címet azért kapta ez az esztendő, mert a tradíciókból következően nagyon sok értéket kaptunk, örülünk, ápolunk, és próbálunk valamilyen formában közvetíteni, és ehhez hozzátettünk olyanokat, amelyik a kor kihívásainak, a kor szellemének megfelelőek, de sosem elfelejtve azokat a gyökereket, amelyből Gödöllő közössége táplálkozik. Az 50 éves város persze nem azt jelenti, hogy a település 50 esztendős, jóval tudjuk, hogy a 600-as évek elején már volt Gödöllő, tettek említést, Gödöllőről, Szadáról, még az is benne van, hogy Gödöllő-Szada ugye milyen háborúban állt egymással, most ilyen persze természetesen nincsen, de a várossá nyilvánítás 1966. január 1-én történt, és azóta érezhetjük magunkat városnak. Az országban több mint 300 város van, talán 330 és 340 között van a városok száma. Én, mint a Önkormányzati Szövetség vezetője, vagy mint 25 éve polgármester, azért azt gondolom, hogy nem mindegyik fér bele az én általam gondolt városi fogalomba, de azért mégiscsak a 330 város közül az egyik nagyváros, az egyik jó pozícióban lévő város az, amiben élünk, egészen egyszerűen azért, mert akár az oktatást nézzük, akár a kultúrát nézzük, akár a sportéletet nézzük, vagy sok-sok minden mást, a helyi gazdaságot, az mindenféleképpen erős, jó, dinamikus, előremutató fejlődik, és hozzájárul a közösség építéséhez. Amikor megkérdezik tőlem, hogy mi volt az elmúlt időszakban polgármesterségem alatt az, amire a legbüszkébb vagyok, az, hogy Gödöllőn közösség van. Az, hogy ez a közösség, ez erősödik, az, hogy ebben mindenki szívesen vesz részt, nem kelleti magát, nem úgy, hogy hát igen, persze pipáljuk ki, mert oda is érdemes tartozni, meg ide is. Ez egy közösség, és számomra ez a legnagyobb ajándék Önök részéről. Az 50 esztendőből 25 esztendőt vezethettem a várost. 25 évig adhattam hozzá magamat, és kaptam Önöktől a bizalmat, az ajándékot ennek a városnak az életéhez, és ezt szeretném megköszönni, és ennek kapcsán persze természetesen büszke vagyok arra, hogy ebben a városban élek, ebben a városban éltem az életem legnagyobb részét néhány év kivételével, és hogy ennek a városnak a közösségéhez tudtam hozzátenni a szívemet és a lelkemet, mint ahogy megkaptam ugyanezt Önöktől. Szerintem ez a leglényegesebb. Akkor lesz egy város versenyképes, akkor lesz erős a gazdasága, akkor lesz a helyi kultúrája, sportélete, tudományos élete gazdag és erős, hogyha ez a kohézió megvan, és ezt együttesen tudjuk megalkotni. Ezekkel a gondolatokkal a 50 éves Gödöllő emlék évet, a megújuló érték városa évet megnyitottnak nyilvánítom. Köszönöm szépen! A Szent István Egyetem nevében dr. Palkovics László rektorhelyettes az egyetem díszoklevelét és borát nyújtotta át a polgármesternek. Mi a Szent István Egyetem rektora és szenátusa örömmel tudatjuk, hogy Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából a Szent István Egyetem díszoklevelét adományozzuk, kívánjuk, hogy őrizzék, gyarapítsák értékeiket a város és hazánk nagy gyönyörűségére. Gödöllő 2016. március 15. dr. Tőzsér János rektor. Az ünnepségen köszöntötték azt a 176 szemét, akik 50 évvel ezelőtt Gödöllőn születtek, illetve azt a 26 házaspárt, akik 1966-ban Gödöllőn kötöttek házasságot. A jelesvárosi évfordulóhoz kapcsolódóan átadták a polgármesteri ezüstérem Gödöllőért kitüntetéseket is. Elsőként Barna Illés cukrászmester vehette át az elismerést a városban végzett 5 évtizedes kiemelkedő, lelkiismeretes szakmai munkájáért.
majd Danku István pedagógus, a Kavaletta női kar karnagya, művészeti vezetője az elmúlt 25 évben végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Polgármesteri ezüstérem Gödöllőért kitüntetésben részesült továbbá Ella Attila, a Gödöllői Városi Fúvószenekar művészeti vezetője, a fúvószenekar újjászervezéséért és magas szakmai szintre emeléséért. Az 50 éves városi évforduló alkalmából Gödöllő önkormányzata felkérte a Szolier cukrászdát, hogy készítse el a város tortáját, a Gödöllő tortát. A nyitó ünnepségen Szoljár Csaba és Gróf Gergely cukrászmesterek mutatták be a tortát. Igyekeztünk egy hiteles alapokon nyugvó tortát készíteni, és ez egy elég hosszas kutató munka előzte meg, amiben nagy segítséget kaptunk a kastélytól, illetve a városi könyvtártól, hogy melyek azok az alapanyagok, amelyek jellemzőek Gödöllőre. És ilyen volt a megy, a méz, illetve a mandula, ezekből készítettük el a tortát. Készítettünk egy mandulalisztes citrusos piskót alapot, amit romos mazsolával, citromhéjjal, citrommal ízesítettünk. A mandula muszt készítettünk, és megyragot főztünk a közepébe. Utána a tetejére egy megyből, fehér csokoládéból, tejszínből egy áthúzó ganást készítettünk, és mandulás cukorból krokantot készítettünk a tetejére, és piros cseresznyével díszítettük. Ez lényegében a mandula és a megy összhatásában nagyon passzolnak egymáshoz, és a citrusos tésztával pedig pikánssá teszi az egészet. Ég a gyertya ég, 50 szál gyertya ég, azt kívánjuk Gödöllőnek ilyen soká még. Ezt követően került sor a Gödöllő Városért díjak átadására, amivel a város azon közismert és megbecsült polgárait kívánja kiemelten elismerni, akik munkájukkal kiérdemelték a közmegbecsülést, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő Város jó hírének növeléséhez. 2016-ban a Gödöllő Városért díj kitüntetettje Fodor László, a Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fafúvós tanszakvezető zenetanára, a Kossuth díjas Hot Jazz Band zenekar klarinétosa. Azt hiszem talán Szerb Antal mondta, vagy írta le, hogy ha azt mondta, azt hiszem valami olyasmit, hogy ha írok valamit, és nincsenek irigyeim, akkor nem jót írtam. És gondolom, hogy sokan irigykedhetnek rám, hogy itt állok, mert ilyen díjamban, olyan díjamban, amolyan díjamban. Én csak azt kívánom magamnak elsősorban, hogy én hadd üljek ott, ők megálljanak itt, hogy hadd örüljek, és hadd irigykedjek rájuk ugyanúgy, hogy ilyen nagy dolgot kaphattak, mint egy Gödöllő Városért díj, és ebben nekem a legfontosabb szó az a Gödöllő. Köszönöm szépen. Gödöllő Városért kitüntetésben részesült Mészáros Beáta énektanár, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola drámapedagógusa, fejlesztő tanára, a Gödöllői Garabonciás Színtársulat alapító tagja és művészeti vezetője. Amikor kiderült a díj, érdekesnek tartottam végignézni, hogy ki mindenki volt már díjazott bármilyen területen ebben a városban, és összeszámláltam, hogy az én eddig életem során a különböző területen díjazottak közül 42 ember valamilyen szerepet töltött be az én életemben. És akkor azt hiszem, hogy innentől az embernek nem marad más választása, mint valamit letenni az asztalra. A város gazdasági életében való aktív részvételért Gödöllő Városért kitüntetéssel jutalmazták a Humán Bioplazma Kft. Dolgozói közösségét, amelynek nevében Tóth Ákos ügyvezetőigazgató vette át az elismerést. Meg szeretném köszönni azt az értő együttműködést, amit a város minden nap, minden héten, az év minden napján megad nekünk. És nyilvánvalóan a másik összekötném ezzel a munkatársaink nevében, megköszönöm ezt a díjat, akik viszont az év 365 napján, éjjel-nappal, a nap 24 órájában folyamatosan termelnek a gyárban, és biztonságos vérkészítményeket állítanak elő. Köszönjük szépen ezt a díjat! Az ünnepségen Gémesi György köszöntötte a város két idén 50 éves intézményvezetőjét is, Pintér Csillát, a Gödöllői Mesékháza óvoda vezetőjét, illetve Buka Enikőt, a Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját.
A Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tematikus év nyitó eseményét a Talamba Ütő Együttes ünnepi műsora zárta, melyben közreműködtek a Gödöllői Legények és a Kalapos Ének Együttes, a Talamba Tanítványok, a Gödöllői Szaxofon Trió, Csányi István, Hercenik Anna, az Erkel Ferenc Általános Iskola és a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. A kitüntetettek tiszteletére az ünnepi műsorban Berkó Domonkos, illetve a Garabonciás színtársulat is színpadra lépett egy-egy meglepetés produkcióval. A tematikus év hivatalos nyitó ünnepségéről készült teljes felvételünket megtekinthetik a Régió Plus televízió műsorán és videótárában. Need for love and understanding, a hunger for guidance, a hunger for peace, a need for forgiveness, for freedom. Give a hope to the people, oh, Africa. Show your kindness to the people, oh, Africa. Land of love and unity. Hand in hand with all the people. Ooh, give your hand to the people. Give your hope to the people. Show your kindness to the people. Show your kindness to the people. We'll build a land of love and unity. We'll build a land of love and unity.